17. alkalommal rendezték meg a Sümegi Jakab napokat, az érett bor és a vadászat ünnepét. Idén is nagy hangsúlyt fektettek a vadászati hagyományok megtartására. Többek között Szent Euszták misével ünnepeltek, valamint természeti fotókból nyílt kiállítás a Ramazetter látogatóközpontban. Emellett természetesen számos színes programot is megvalósítottak. Összefoglalónk első része következik. Hagyomány, hogy a Sümeg és környékbeli vadásztársaságok és a meghívott szakmabeliek Szent Misén vesznek részt, emlékezve Szent Eusztákra, kiemelve a keresztény vértanú hősiességét. A vadászmisének helyszíne a Hétvezértér lett volna, ám az időjárás miatt ezúttal a plébánia templomban gyűltek össze a vendégek. Azt tanította Szent Euszták példája nyomán, hogy az élet értékét kell látnunk. Szent Euszták a segítő szentek közé tartozik. Ezért kérjük közben járását a jóért való küzdelemben, Isten igazságáért, a természet örök értékeiért, hangsúlyozta Nagy József főesperes. A szentmise végén a zalai vadászok tiszteletét tolmácsolta dr. Nádor László, aki ismertette Szent Euszták történetét, hitéhez való ragaszkodását, valamint azt, hogy a vadászok ma is éltetik nevét. Örülni kell annak, hogy Szent Euszták kultuszának erősödésével a magyar vadászati kultúrán is új hatásért tett, színesebbé, megérhetőbbé vált. Külön öröm, hogy Szent Euszták tiszteletének feltámasztása vidékünkről, Sümegről indult, Mihályfai segítséggel. Köszönet érte mindazoknak, akik ebben sokat tettek. Az esemény zárásaként a vadásztársaságok vezetői hagyományosan emlékszalagot helyeztek el a zászlajukon. A Szent Mise után a jelenlévők a Ramazetter látogatóközpontba vonultak, ahol hasonlóan témához illeszkedő programra került sor Szigeti Edit fotókiállításának megnyitójára. A természetfotózás ugyanis alkalmazkodás, a teremtett természet és teremtményei életrendjének életmegnyilvánulásaihoz való folytonos igazodás. Ez pedig nem történhet meg annak mély ismerete, és a még mélyebb megismerés állandó vágyának ébren tartása nélkül. Ez a vágy részben atavisztikusan genetikai, részben a neveltetés következtébe formálódik. Nem volt ez másként Szigeti Edit esetében sem. A természet iránti rajongása már a gyermekkorában megmutatkozott, kedvenc időtöltése a lovaglás mellett az erdők, mezők élővilágának megfigyelése volt. Ló és természet talán együtt határozták meg felsőfokú tanulmányi pályaválasztását
Gödöllőn szerzett agrármérnöki diplomát. Már 18 éves volt, amikor az első kis pompagépet megkapta, tehát fényképezőgépet, ami változást jelentett a természethez való viszonyát illetően. Lassan-lassan elindult a természetfotósi pálya, amelynek legkedveltebb témái a madarak és a nagyvadfajok. Mivel évek óta Somogyországban él, magától értetődően a Kis-Balaton közelsége és annak páratlan természeti adottságai eltették rabul, madaras képei zömében ott készülnek. Nagyon szeretem a vizes élőhelyeket, írta nekem, amitől persze legott lelki rokonommá is vált. A másik varázsos vidéke Erdély, amiben ugyancsak nincs semmi csodálnivaló, hiszen aki egyszer is járt a Kárpátok ölelte ős magyar tájon, annak szívét, lelkét rabul ejti. Hát, ha még medvék, sigetrajzok is lakják a rengeteget. A kitartó, olykor lemondásokkal teli munka, szorgalom és egyéni látásmód folyamatosan hozta a sikereket, előbb csoportos kiállítások, majd hazai és külföldi, Brüsszel, Sepsiszentgyőr, Székelyudvarhely, Lendva, egyéni bemutatkozások formájába. Képei emellett naptárakban, könyvekben is megjelennek. A Sümegi Jakab napok alkalmából kért fel engem Keresztes János, az Országos Agarász Egyesület elnöke erre a kiállításra, amit nagy szeretettel vállaltam el, nagy örömmel, mert mindig szívesen adok hírt az Országos Agarász Egyesület rendezvényeiről, és nagyon nagy megtiszteltetésnek éltem meg, hogy egy ilyen jeles alkalomból az én természetfotóimra és ott a választásra a szervezőknek. És mit mondanak ezek a képek, mit árulnak el a látogatóknak? Szeretnék azoknak az embereknek, akik némiképp eltávolodtak a természetből, az életformájukból adódóan, de mégis azért azt érezzük, hogy a természet részei vagyunk, valamit visszaadni egy kicsit ebből, amit nem mindenki láthat, a természet titkos pillanatait, ebből szeretnék egy kis szeletet, egy kis csepet átnyújtani nekik, olyan pillanatokat, amik egy kicsit betekintést nyújtanak ezeknek a ritkán látott állatoknak az életébe. Nagyon beszédes a kiállításnak a címe. Igen, színek, hangok, illatok. Amikor kint vagyok a természetben, én úgy élem meg, hogy gyakorlatilag topzódnak az érzékszerveim. Tehát rengeteg impulzus inger ír engem, ahogy a kiállítás címe is mutatja, színek, hangok, illatok, minden együtt, és ezt próbálom a képeimmel visszaadni, bízom benne, hogy ez jön le róluk. És önnek mit jelent a vadászat? Milyen kapcsolódása van ezzel a sportággal, vagy életformával kapcsolatban? Én a Nimrod Vadászújságnak vagyok a munkatársa, és ezen keresztül kapcsolódom a természetfotózáshoz is, és később jött a tevékenységembe az, hogy szakcikkeket, életportékat írok. Nagyon sok értékes embert ismertem meg a vadászat kapcsán. Na, ha én magam volna rá lehetőségem, de egyelőre még nem hoztam terítékre, éltem első vagyát, tehát tulajdonképpen még csak fényképezőgéppel járok a vadnyomában, de mindenképpen szeretném, hogy az emberek egy kicsit reálisabb képet kapjanak a vadászatról, mert nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nem egy olyan kép él, nem egy reális kép él az emberek fejében, és talán ezek a képek és ez a kiállítás is egy kicsit segít ebben, hogy a szkeptikusokat is úgy helyezzék el ezt a vadászati tevékenységet, hogy gyakorlatilag ez a természethez hozzátartozik elkerülhetetlenül. Részt vett ezúttal is a programsorozaton, csak úgy, mint korábban, sőt, most a rendezvény védnökeként Pap Gyula, a Vadászkamara Veszprém megyei elnöke is. Az ön véleménye szerint mi a jelentősége a Jakab napoknak, a Jakab napokon belül pedig a vadászatnak? Én úgy gondolom, ennek óriási jelentősége van, ennél jobb szót nem is tudnék találni. Szerintem egy olyan közösség formáló ereje van, egy olyan összetartó ereje van ennek a Jakabnak, amire már országos hírvá vált és felfigyelt az egész ország, hiszen nem véletlen volt az elmúlt évben a vadászati világkiállítás egyik megnyitó rendezvénye is a Sümegi Jakabnap. Ez az egyik, a másik, meg talán a Balaton közelsége turisztikai szempontból is van nagy jelentősége, de a vadászat szempontjából talán azért, mert ez a Marca forrásvidéke itt Veszprém megyében egy meghatározó jelentőséggel bír vadászat vonatkozásában, hiszen értékes gimállománnyal rendelkezik, jelentős a vad létszáma itt a környékén, tehát ilyen szempontból szakmailag is meghatározó szerepet játszik a vadászok életében. Sokan találkoznak ilyenkor, sok vadásztársaságnak a képviselői, vezetői jönnek el. Mi jellemző ilyenkor a szakmai megbeszélésekre? Melyek azok a témák, amelyek terítékre kerülnek?
Én úgy gondolom, hogy igen, sokan vannak. Fontos, hogy itt nem csak az egyesületi tagság van jelen, de jelen vannak a megye erdőgazdaság. Ez is ritkán mondható el itt azért az ország más pontját figyelembe véve. Kivételes Veszprém megye, három erdőgazdasága is van, mind a három itt van, és azt kell mondanom, hogy egy kisebb vadásznappá alakul ez a Jakab nap, hiszen a régió vadgazdálkodói jelen vannak. Ilyenkor mindig az aktuális téma, ami szóba jön. Most nagyon sok ilyen van, és sajnos negatív irányban is kell beszélnünk dolgokról, hiszen ez az őrült aszály, a vízhiány, ami jellemzi a mezőgazdaságot, áthat a vadgazdálkodásra is. Ez egy nagyon nagy probléma, ebből eredően a gazdákkal való kapcsolat kérdése nagyon fontos téma most, épp a vadkárok érzékenysége miatt. Ez a, talán a második. A harmadik meg hát az aktuális vadászati kérdések. Őszbak szezon kellős közepén vagyunk, ilyenkor szívesen ejtünk szőt az elejtett trófeákról, annak minőségéről is, meg hát hamarosan itt a szeptember a szarvas gimbika vadászata, amire való felkészülés zajlik a vadgazdálkodók részéről. Ha sümegi vadászok, akkor kihagyhatatlan a Kinizsi Vadásztársaság szerepe. A Jakab napokhoz, mint turisztikai attrakcióhoz, ők is hagyományosan hozzájárulnak. A vadászatot nagyon sokan leegyszerűsítik vadűzésre és erdőzúgásra, amit ugye Széchenyi óta nagyon sokat hallunk. Kibővíteném ezt a fogalmat, és azt mondanám, hogy vadgazdálkodás. Tehát most már gyakorlatilag a vad olyan mértékig megjelent az ember életébe, a települések közvetlen környezetébe, hogy kvázi házi állatként kell rá tekinteni, és gyakorlatilag úgy kell vele gazdálkodni, majd, hogy nem teljes egészében, mint bármelyik házi állattal. És ezek a programok, amelyek a vadászati kultúráról szólnak, nagyon fontos szerepet töltenek be a vadgazdálkodásban való megismerésben is, ugyanis érintett mindenki a mezőgazdasági, erdőgazdasági művelések kapcsán a termények előállításában, ott ugye óhatatlanul megjelennek a vadkárok. Most már elég jelentős a vad gasztronómia, vadételek, nagyon sok embernek az asztalára oda tudnak kerülni, és ezek tekintetében mind fontosak ezek a programok, melyek ezeknek a megismerését szolgálják és a megismertetését. A sümegi Kinizsi Vadásztársaság hogyan készült ezekre a napokra, erre a programra? Hát először is ugye főzőverseny lesz, a belevaló alapanyagokat elő kell teremteni, úgyhogy össznépi kötelező vadászat volt a pörkölt alapanyag beszerzésére vonatkozóan. A sárgarépát azt viszonylag egyszerűbben elő tudtuk teremteni, mert helyben meg tudtuk termeltetni, de természetesen azért mi is készültünk programokkal, tagoknak a felkészítésével, és természetesen kiállításokon való részvétellel is. A vadászok, a borászok és más szakmabeliek mellett pedig ne feledkezzünk el a nagy közönségről sem, akik végig kísérték mind a három napot, és érdeklődésükkel jelezték, itt vannak és számíthat rájuk a város. Nagy sikere volt a történelmi játékoknak, a gyermekprogramoknak és vasárnap este Máriónak, aki helybeli, innen indulva szerzett országos ismerettséget könnyű zenei előadóként. Hozta tehát szokott színvonalas formáját a Jakab napok, és 17. alkalommal is bizonyította, hogy a vadászatnak, borászatnak és a szórakoztató kulturális programoknak helye van itt Sümegen, a Pannontáj szívében. Hogy szeresd újra, úgy,